Magyar tündérmesék. A gombik. Második rész. Köszöntünk újra a csöpnyi gombik gyönyörű országában. Itt az erdő mélyén, a rét közepén, ahol a híres gombák nőnek. Büszkék voltak a gombákra, a maguk készítette varázslatokra és a gyönyörű, díszes kalapjukra. Egyikük azonban a legremekebb gombi, kicsike kalappal született. Hey, Bulovi, jó reggel! Szia, Lifu bácsi! Hoztam a varázsigét. Nagyon köszi! Régóta töröm a fejem, hogy megtaláljam a megfelelő koktélparadicsom eperpiros árnyalatot a szobámhoz. Szia! Kész a kedvenc szarvasgombás sajtortád! Jaj, nagyon köszönöm, Milli néni! Ne haragudj, de ma a gombáim kicsit szárazak voltak. Nem hoztam el. Tényleg? Hadd néznem! Ki vagy? Arról nem volt szó, hogy fogdosnak a fennébe. Szia! Ki vagy, és mit csinálsz itt? Mi vagyunk a földrögök. Hogy mi? Kérlek, ne kergess el! Elűztek minket a rémes! Szörnyi! Rettenetes! Sárföldiek! Nincs hová mennünk! A gyerekeink éheznek! Ó. Éhen fogunk halni! Jaj! Ne kergess el minket! Fizetünk! Minden áldott nap! Beszedjük a réteket! És elvetjük a magokat! Megteszünk bármit parancsolsz! És mi teljesítjük minden kérésedet! Kérünk! Kérünk! Ó, kérünk! Ó, kérünk! Sajnos nagyon csúnyán bántunk Bulovival, mert kis kalappal született. Ilyen többé nem fordulhat elő. Esküszünk! De... Helyes! A falu tanács is egyetért. Igen, maradjanak itt! Nem tetszik ez, apa. Most sem tudjuk, hogy kik ők, hogy miről beszélnek. Ugyan, Bulovi. A földrögök nagyon bánják, hogy csúnyák voltak veled. Ezentúl soha senkivel nem fognak így viselkedni. Mit árthatnak nekünk ezek az aranyos kis teremtmények? Igazából nagyon is hasznosak. Felszántották Milli rétjét. Arra gondoltam, hogy megkérem őket, szántsák fel a mi földünket is. Anya, mitől jobb az ő munkájuk? Mi varázsszántással műveljük a gombamezőket. Igen, de órákat töltünk varázslásokkal. Beszerezzük az alapanyagot, összeállítjuk, és várjuk, amíg összeérik. Jobban szeretek sütiket varázsolni. Anya! Elég már, Bulovi! A falu tanács már döntött, felesleges kotnyeleskedned. Bulovi elgondolkodott a furcsa lényeken. Hasznosak. Vagy talán túl hasznosak? Ja, szia, Bulovi! A földrögök felszántották a földemet, úgyhogy megyek nyaralni. Mit szólsz? Ja, a földrögök egyetlen nap alatt végeztek a földemen. A földrögök mellett nincs is szükség kimenni a földekre dolgozni.
Valami nem stimmelt ebben a dologban. Pulovi elhatározta, hogy nyomozni kezd. Anya, apa, el kell most utaznom néhány napra. Hova, Pulovi? Kitaláltam valamit. Jön velem a tanárnő is. Pulovék el is indultak az iszapok földjére. Szia! Pulovi a nevem, és ő a tanárnőm, Enfi kisasszony. Gombik vagyunk. Gombik. Isten hozott titeket a földünkön. Mit tehetünk értetek? Információkat szeretnénk a földrögökről. Ó, azok szörnyű, gonosz teremtmények. Kártevők. Hogy gonoszak? 2 éve zokogva megjelentek, és segítségért könyörögtek, mert kiszárították a földjüket. Valami rettenetes, szörnyű lények. Pontosan ezt mondták nekünk is. Micsoda arcátlanság! Elmentek hozzátok is? Igen! Ó, mesélj még, kérlek! Annyira megsajnáltuk őket, hogy megengedtük, hogy maradjanak. Csak miután elmentek, vettük észre, hogy a földünk kipusztult. Ők a talajban lévő tápanyagokkal táplálkoznak. Semmiképpen se engedjétek őket soha a földjeitek közelébe. Hát ezért akartak dolgozni a földjeinken. Ezért szeretnek annyira szántani, vetni, ásni és aratni. Nem is tudjuk, hogy nem vettük észre, hogy kiszárították a vetést a földjeinken. Olyan volt, mint valami őrület. Szabaduljatok meg a földrögöktől, gyorsan! Pulovék elborzadtak. El kell mondanunk, hogy a földjeink veszélyben vannak. Pulovi a falu minden házából vitt a laboratóriumába gombákat. Végül megtalálta azt, amit keresett. Szia, Lifu bácsi! A földet szomjazza az esőt! Szia, Pulovi! A földrögöknek hála, szépen állunk! Itt van egy! Szia, kicsi! Csiga, biga, gyereki! Szia! Szia! Ti földrögök mit tesztek? Sosem láttalak főzni titeket! Szia! Furcsa! Miért nem felelt egy egyszerű kérdésre? Lehet, hogy mások tudnak valamit? A fiam ugyanezt kérdezte tegnap az egyiktől, de az is eltűnt hirtelen. Most mi a baj? Nem látjátok, milyen hasznosak? Tényleg? Biztos? Mi ez? Gombák különböző földekről. Ebben a kosárban a tavalyi. A másik kosárban a friss termés, a múlt hétről. A tavalyi gombák sokkal, sokkal frissebbek. Ezek szerint a gombáink minősége leromlott. És nézzétek a talajt! De hát mitől lett ez ilyen? A földrögök megeszik a tápanyagot a földből. Ti megeszitek a földünk tápanyagait? A családunk, az utódaink enniük kell. Nekünk nem jut más eleség, csak egy kis föld. És keményen dolgozunk érte. Ásunk, szántunk, gyomlálunk, vetünk. Éjjel-nappal. Csak fáradozunk. Megdolgozunk az ételét. Hát nincs a gombékban semmi
megértés. Nincs hová mennünk. A gyerekeink éheznek. Jaj! El fogunk pusztulni. Szia! Szerencsétlenek. Hová fognak menni? Nem szerencsétlenek. Csalók! Miért nem mondták meg, hogy ők a földünk tápanyagait eszik? És hová fogunk menni mi, ha nem lesz gombánk? Engem nem érdekel. Csak ne szenvedjenek ezek az icipici, csigabiga földrögöcskék. Na de... Elég. Én ezt egyszerűen nem értem. Látták a haldokló földünket és az összemett gombáinkat, olyan, mintha valaki varázslatot... Varázslat? Szerinted? Csak az lehet. Az iszapföldiek is említettek ilyet, emlékszel? Mint egy őrület. Lehet, hogy... De mi ketten miért nem kaptuk el? Nem azt mondtad, hogy a falubeliek azért fogadták be a földrögöket, hogy jóvá tegyék, amiért téged sokáig kicsúfoltak? De! Az iszapföldieket a panaszaik és a zokogásuk hatotta meg, ezért fogadták be őket. Igaz! Minden érzelem, ha túl erőssé válik, elvakít, és nem engedi, hogy tisztán gondolkodjunk. Legyen az harag, bűntudat, féltékenység, szomorúság, gyanakvás, vagy akár bizalom és együttérzés. Elhomályosítja az igazságot. És lehet, hogy a földrögöknek van valami mágiája, ami ezt ki tudja használni. A varázslat azért nem hat rád, mert nem vakítanak el az érzelmeid. Te csak az igazságot keresed. Nagyon okos gondolat. Ulovi és a tanárnő napokig dolgozott a laboratóriumban, amikor... Itt van a varázserő a könyvben! Ezért sírnak annyit! Most már tudjuk, mit kell tennünk! Pulovin meghívta az egész falut egy lakomára. Ő maga készítette az italt, amibe beletette a földrögök varázslatának ellenszerét. Miután mindenki ívott egyet, Pulovin kihívta a földrögöket, akik azonnal sírni kezdtek. Nincs hová mennünk. A gyerekeik éheznek. El fogunk pusztulni. Ez nem működik? Hazudtatok nekünk! Arcátlanul kihasználtátok a jóságunkat. Szia! Mindannyiótokat előzünk innen! Igen, tűnjetek el innen! De hová? Egy másik földre, hogy azt is tönkre tegyék. Akkor mi legyen? Hagyjuk elpusztítani a mi földünket? Korábban a bűntudat és a vakbizalom miatt nem gondolkodtatok higgadtan, most pedig a harag miatt. Ugyanazt a hibát követitek el most is. Ők is élőlények, mint nekünk. Nekik is kell enniük. Van egy ötletem. Tessék! Szia! Ezzel a varázslattal soha nem kell elhagyniuk ezt a rétet, mert folyamatosan új földet rakunk bele. Itt élhetnek anélkül, hogy veszélyt jelentenének ránk, vagy bárki másra. Pulovi, újra segítettél nekünk. Köszönjük! Pulovi tényleg segített a gombiknak, de az iszapföldieknek és a földrögöknek is. Okos volt, mert nem engedte, hogy az olyan érzelmek, mint a harag, a szomorúság vagy az együttérzés eluralkodjanak rajta. És így mindenki számára előnyös megoldást sikerült kieszelnie. Bizony kiegyensúlyozottnak kell lennünk. Soha ne ragadjanak el annyira az érzelmeink, hogy elveszítsük a józan gondolkodásunkat.